Az új névvel a Blue Sharks, azaz kékcápák elnevezéssel ellátott új szerelésében lépett pályára Nyíregyházi gárda, amely az első negyedben mindössze 10 pontig jutott, miközben a másik oldalon 30 pontot szorgosodott össze a vendégcsapat. A második negyedben bevetette az egész pályás letámadást a hazai együttes, ami olyannyira bevált, hogy egy 13-0-ás, majd egy 12-2-es rohanást produkálva a nagyszünetre már 2 pontos Nyíregyházi előnnyel vonulhattak le a csapatok. A harmadik 10 perc végére 5 pontos előnyt szereztek a zalaiak, de a döntés a záró negyedre maradt. A hazaiak mindent megpróbáltak, támadhattak a vezetés átvételéért is, de a végjátékból az ETL jött ki jobban, és 10 pontos győzelemmel zárta a találkozót, míg a nyíregyháziak sorozatban negyedik vereségüket szenvedték el. A második félidőben a mi támadó játékunk nem olyan volt, amit szerettem volna. Túlságosan sokat vállaltuk el a külső dobásokat, ahelyett, hogy erőltettük volna a palánk alatti játékot, illetve a betörésekkel is a gyűrűig mentünk volna. Ha ezt tesszük, akkor adtunk volna esélyt annak, hogy a játékvezetők esetleg faltot tudjanak fújni, és a falt problémába zavarjuk az ellenfél meghatározó játékosait, de nem ezt tettük, hanem kívülről lívelgettünk, és ezek nem találtak sajnos. A vendégek edzője szerint a számukra katasztrofális második negyedet követően újítani tudtak, így megérdemelten nyerték meg a mérkőzést. Az első negyedben azt játszottuk, amire készültünk és ott megbeszéltünk. Szerintem a mi kontrollunk alatt játszott az egész első negyed, és nem csak azért, mert bedobtuk, hanem egyáltalán jól is védekeztünk, meg voltak a lepattanóink. Igazából semmi nem mutatott a második negyedbeli katasztrofális játékunkra. Főleg úgy, hogy készültünk is a letámadásra. Igazából nem tudtuk megoldani negyed közben ezt, hogy hiába volt időkérés, hogy azt a tudatos játékot nyújtsuk, amit egyébként aztán szerintem a második fél időben már mind a két negyedben nyújtottunk, hogy a labda felhozatala után viszonylag sokáig támadtunk, sokáig próbáltunk helyzetet kialakítani, sok lehetőség volt a fautokra, sokat védekeztettük a Nyíregyházát, és azért támadások vége felé azért hibázgattak, és ugye ezeket mi kihasználtuk. A forduló további eredményei: atomerőmű Mavsz 112-76, Pécsi Jászberény 94-73, Sopron Kaposvár 97-82, Albafehérvár Szeged 107-74, Szolnok Kecskemét 84-70 és Szombathely Körment 73-69. A tabella élén a Szolnok áll 10 győzelemmel és 3 vereséggel, megelőzve az azonos mutatóval rendelkező atomerőműesét. A Marsó Nyíregyháza 3 győzelemmel és 10 vereséggel a 12. helyen zárta az alapszakasz első körét. Sitkó Ernő együttese szombaton a MASZ vendégeként lépett volna pályára, mivel azonban a fővárosiak csarnok felújítása még nem fejeződött be, februárban játsszák le a meccset a csapatok.